Vendégünk Debreceni Ferenc, azaz Ciki. Szia, köszöntünk a stúdióban. Hello, szervusztok. Most pénteken életed eddigi talán legrendhagyóbb ünneplésére készülsz, ugyanis egy fordított szülinapot fogsz tartani. Ezt, ha jól értettem, azt jelenti, hogy nem te magad vársz ajándékokat, hanem te fogod megajándékozni a barátaidat és az ellátogató közönséget. Az ajándékok között lesz 2 darab zenekar is, ezek közül az egyik az Omega Testamentum, ezt tavaly alapítottad. Milyen célokkal hívtad életre ezt a formációt? Hát sajnos az életre nem én hívtam, hanem a szükség hozta, és így alakult a Testamentum zenekar, hogy sajnos a többiek viszont elhagytak minket itt a földi életből, és ezért nagyon kevesen maradtunk ketten a Molnár Gyurival zenekari tagok, őt is utolérte aztán a betegség, úgyhogy gyakorlatilag majdhogy nem rám maradt ez a fajta feladat, amit hát teljesen természetes, hogy szívesen, nem örömmel, de át kellett, hogy vállaljam, és ezt próbálom is tápolni. Már a Testamentum, miután a Testamentum lemez, ami akkor lett kiadva, amikor a Benkő Laci temetése volt, képzeld, akkor a Kóbor János egymás mellett álltunk, és képzeld el, Ciki, ma jön ki a lemez, a Testamentum lemez, és a Lacit akkor temettük el. És hát egy pár hónapra már később, sajnos ugye ő is elment, és ezek az események itt halmozódva mégis úgy határoztunk, hogy megcsináljuk a 60 éves évfordulót Őri Szent Péteren, és erre az Őri Szent Péteri előadásra szerveztem, ha ezt a zenekart hoztam össze, úgyhogy nem meghirdettük, hanem mi mentünk utána a zenészeknek, akit valahonnan már korábbi zenei mi voltunkból, a világban, ahogy ismertük az ország zenei életét és zenészeket, abból mi válogattunk ki, mi szóltunk, mert volt rengeteg, hogy hát miért nem adtok fel ilyen hirdetést, és akkor ma jövünk, meg próbáltak is, köszönjük szépen, nagyon kedves, nagyon ugyas, ez nem a televízió stábkereső, vagy valamilyen műsora, hanem ez egészen másféleképpen, és így alakult aztán ez a zenekar, megcsináltuk ezt a 60 éves évfordulót tavaly augusztusban, Őri Szent Péteren, egy 3 napos fesztivált, ugye váltott külön más rock zenekarokból, magyar rock zenekarokból, általában az énekesekkel együtt megkértük őket, hogy tegyék a tiszteletüket egyrészt a saját zenekarokkal, majd ha ez megvolt, akkor pedig a Testamentum zenekarral, és így egy ilyen vegyes énekes, több énekesből álló produkciót tudtunk megcsinálni akkor. Hát az az idő is elmúlt, közben változott szintén a legénység személyzete, mert van, aki a sok munkája miatt el kellett, hogy hagyja ezt a vállalkozást. Úgyhogy keresgéltünk tovább, most megint eljutottam egy olyan pozícióba, amikor legutoljára a billentyűsünk, aki hiányzott, a Nagy Zsolt Liszi, becenevű régi ismerős billentyűs, akit most beválasztottunk, és én úgy érzem, hogy nagyon jól jártunk fel, nagyon szépen tudunk együtt dolgozni. Ami nagyon nehéz feladat most a zenében, a mi esetünkben is, a Testamentum esetében is, ahogy ez eléggé szigorúan csak stúdió lemez volt. Tehát korábban, amiket csináltunk, hát mindig így próbákon, itt ott amúgy összejöttünk, és egy kicsit jam session jellegű muzsikát játszva alakultak ki a számoknak az eredeti formái. Ez most teljesen a stúdióban, és azt viszont, amiket a Meki belerakott, olyan hangzásokat, olyan érzésvilágot, érzelmi világot, amit stúdióban jól megcsinált, most ezt élőben megcsinálni, ebben ez volt, és még mai napig is a nagy feladat, ezt megoldani jól. A Testamentumról most már nagyon sokat megtudtunk, de nem ők az egyetlen formáció, akik pénteken ott lesznek, ott lesz a Doktorok csapata is. Hogyan fog felépülni ez a pénteki koncert? Hát tulajdonképpen egyszerű, nem sok időnk van sajnos, mert a 24-en már ki volt adva, de azért hála Istennek szorítottak nekünk 3,5 órát, és ebben akkor közönségbe jön. Doktorok fog természetesen az elején, vagy nem természetesen, de az elején játszani. Mégis a Doktorok az orvosok, professzionális orvosok, kórházi gyógyító orvosok, de amatőrök, mint zenész, amatőr is. Én azért érzem nagyon jól magamat velük, mert pontosan nincs az a stressz, nincs az a megfelelésnek való, hogy meg kelljen
megfelelni valaminek, mert hát amatőr produkció, jó vidámság, lazaság, és ott tudom kipróbálni, ma még, hála Istennek, van ilyen lehetőség, kipróbálni az újabb trükköket, az újabb kis zenei megoldásokat, és hogy lazán el tudom engedni, és vannak közönségből, aki többször visszajárt, most, cikiten egészen másképp csinálod ezt meg azt, hát mondom, igen, ezért csinálom örömmel. Igen, és a doktorokban egy nagyon különleges úton került. Én szerintem Flóra jobban ki tudja mondani, mint én. Sorsszerű sérülés volt. Ezt még meséljen. Jó. Igen, és hát természetesen a doktorok is omega számokat fog játszani, mert annak idején a Benkő Laci volt a mentor, gyakorlatilag lehet így mondani, és megkérdezték, hogy mégis mit ajánlik, hogy milyen műsort, milyen műfajt választanak, és a Laci mondta, hogy hát tudjátok, mindenki játszik ilyen magyar, ti meg csak magyar rockzenét, és megfogadták, és én is tartom, szigorúan tartom, nem akarunk, pedig már lenne egy-két, amit nagyon szívesen elmuzsikálnánk, de nem akkor ez a hagyományokhoz képest, tehát az omega nóták, meg egyéb magyar más rockzenék, akár Edda, akár Piramis, akár Balázs Fecó, ez is repertoáron tud lenni. Hát igazi zenei csemegére és nagyon reméljük, hogy ez a lendület még további 75 évig kitart majd benned. Hát köszönöm, Isten kedves vagy. Köszönjük szépen, és előre is boldog születésnapot kívánunk neked. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Voltatok, köszönöm szépen.